Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban, és köszöntöm az Apostol Televízió kedves nézőit, média apostolainkat, akik széles körben, ima közösséggel, országunk minden pontján, vagy talán határainkon túl is bekapcsolódnak a mi közös imánkba, a Szent Mise áldozat ünneplésébe. A hétfői nap a Szentlélek napja, a munka, a tevékenység első napja, amelyben a teremtő erőt, Isten éltető lelkét hívjuk segítségül, hogy vezessen bennünket a mai nap és az egész munkahét szolgálatában. A mai szentmisét elhunyt Mária testvérünk lelki üdvért ajánljuk fel születési évfordulóján. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Örögjünk. Istenünk, te lelkünk javára rendelted a testi önmegtagadás törvényét. Adj erőt, hogy tartózkodjunk minden bűntől, és szívvel, lélekkel valóra váltsuk parancsaidat, amelyeket atyai jóságod adott nekünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Dániel próféta könyvéből. A babiloni fogságban így imádkozott Dániel. Hozzád könyörgök, Uram, félelmetesen nagy Istenem. Te híven megőrzött szövetségedet, s irgalmadat azok iránt, akik szeretnek téged, és megtartják parancsaidat. Vétkeztünk, gonosz életre adtuk magunkat, gonoszságot bűveltünk. Elfordultunk parancsaitól és törvényeitől. Sőt, szolgáidat, profétáidat sem követtük, akik nevedben szóltak királyainkhoz, fejedelmeinkhez és atyáinkhoz, meg az egész néphez is. Az igazság mindig a tiéd, Uram, a miénk pedig a szégyenpír, amiként ma is. Miénk az országé, a szent város lakóié, a választott népé, közelben és távolban is,
ahova elűzted őket gonoszságaik miatt, amelyekkel, Uram, vétkeztek ellened. Az arcbirulás a miénk, Uram, bűnös királyainké és atyáinké, mert vétkeztünk ellened, viszont az irgalom és megbocsátás a tied, Urunk és Istenünk, mert elfordultunk tőled, nem fogadtuk meg szavad, nem követtük, Urunk, Istenünk törvényeit, amelyeket szolgál profétái által adott ő nekünk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsájtanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott, és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Szeretett testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban jól emlékszünk a néhány évvel ezelőtti különleges esztendőre, amit az irgalmasság évének nevezett el Ferenc pápa, és az isteni irgalmasságot állította a világ keresztényei elé, de az egész világ elé. És ennek az évnek, az irgalmasság évének éppen az volt a mottója, az az evangéliumi mondat, ami ma is elhangzott, legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Az Úr Jézus arra hangolja a szívünket, hogy legyen meg bennünk az alázat a jó Isten előtt, és bizalommal kérjük tőle a bűnbocsánatot. És nem csak magunknak kérjük ezt, hanem a többi ember számára is. És hogyha ezt felismerjük, ennek a feladatnak a lényegét, hogy az engesztelés, a bocsánatkérés az nem csak személyes jellegű, de az elengedhetetlen nyilvánvalóan az egyéni megújulásunkban, de egyúttal közösségi jellegű is, és másokért is kell engesztelnünk, akkor ebből magától értetődően következik az is, hogy nekünk is meg kell bocsátanunk a másik embernek, aki megbántott bennünket, vagyis a kiengesztelődésnek az emberi szinten meg kell történnie. A bűn természete sajnálatosan mindig közösségi vonatkozású, olyan ez, mint a környezet szennyezés, vagy az anyagi javak pazarlása. Ezek is mindig közösségi szempontúak. Nem mondhatom azt, hogy
addig folyatom a csapból a vizet, ameddig nekem tetszik, mert ezzel a környezeti értékeket pazarolom. Senki nem mondhatja, ezt jól tudják, akik kertes házban laknak, hogy nem mondhatja senki, hogy én a szemetet meg a faleveleket elégetem a kertemben, mert ez az én kertem, és a levelek is az én fáimról hullottak le. A füst az terjed, és a környezetet beszennyezi. Nincs olyan személyes bűnünk, sem egy rossz gondolat, amiről más nem is tud, sem pedig mások tudomása nélkül elkövetett cselekedet, még ha nem is tudnak arról a környezetünkben, hogy valami rosszat tettünk, az akkor is közösségi vonatkozása van a bűnnek, mert másokat megkárosítunk. A kegyelmi kincstárat fosztogatjuk, amely az Anya Szentegyháznak közös kegyelmi értéke. Éppen ezért a bűnbánatnak is mindig közösségi vonatkozásúnak kell lennie. Közösségileg kell engesztelnünk. Így tehát megértjük Dániel próféta imáját is, amit az első olvasmányban hallottunk, hogy ő a nép nevében engeszteli az Urat, és nem csak saját bűneiért, hanem másokért is engesztel. De mennyire furcsa, hiteltelen lenne a közösség nevében úgy engesztelni, hogy mi személyesen másoknak, embertársainknak nem bocsátanánk meg. Úgy kérni Isten irgalmát a népre és önmagunkra, hogy a közösség tagjai között nem valósul meg a kiengesztelődés. Ilyen értelemben hallgassuk és tegyük a mai nap programjává is, vagy jelmondatává, de a nagybőjti napok üzenetévé is legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok irgalmas. Amen. Forduljunk testvéreim imáinkkal a mennyei atyához, aki irgalmas hozzánk, hogy könyörgésünkkel kiesdjük az ő irgalmát. Add, Urunk, hogy egyházad közben járása a kegyelem forrása legyen a világnak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a népek őszinte bűnbánattal törekedjenek vissza hozzád. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy mindnyájan büntelen élettel tegyünk tanúságot rólad. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy engesztelő imádságaink kedvesek legyenek előtted. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a felebaráti szeretet gyakorlásával elnyerjük az örök életet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy Mária testvérünket viszont láthassuk örök országodban. Kérünk téged, hallgass meg. Irgalmas atyánk, a bűnbánó szív megengesztelt téged, alázatosan kérjük kegyelmedet, hogy nagybőti engesztelésünk magunknak és fele barátainknak megszerezze barátságodat Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az 58-as számú ének 4. és 5. versszakát énekeljük. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedbe az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Istenünk, Te meghívtál minket, hogy e szent titkok ünneplésében neked szolgáljunk. Hallgasd meg jóságosan könyörgésünket, és védelmez minket a földi élet kísértései között, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedben. Emeljük föl szívünket. Lebertjük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy szabaddá váljanak minden bűnös vágytól, és úgy használják a mulandó javakat, hogy többre tartsák az örök élet kincseit. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent. És néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot.
Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, Ferenc és Gábor segédpüspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Születési évfordulóján kérünk, emlékezzél meg Mária szolgálódról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelti a föld porából, s romlandó testünket megdicsőült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letöröl szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.
az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, a szent áldozás közben a 118-as éneket fogjuk énekelni. Testvéreim, most a lelki áldozásra kerül sor azoknak a testvéreinknek lelki javára, akik otthonaikban ünnepelnek velünk. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,
Jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a szent áldozatban való részvételünk, tisztítson meg minket bűneinktől, és részesítsen a mennyország örömében, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Említettem, hogy a hétfői nap a Szentlélek Úristen napja, persze minden nap az ő jelenlétében telik, de ilyenkor különös szeretettel és bizalommal kérjük az Úr szent lelkét, hogy vezessen minket az teendőinkben az új munkahét minden napján, és ezért majd a 259-es ének első és második versszakát fogjuk énekelni. Mindnyájatokra a Jóisten áldását kérem. Jelenlévő testvéreimre itt Gazdagréten a Szent Angyalok templomban, de épp úgy az Apostol Televízió kedves nézőire és szeretteik életére. Legyünk irgalmasok, amint mennyei atyánk irgalmas. Ezt az üzenetet kaptuk, ehhez kérjünk most is megerősítést. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen áll. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörögj érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek